parkolóparádénak az alapját, tehát ami maga a parkolóparádé, az még mindig megvan a rengeteg program mellett, tehát hogy megállunk autóval egy parkolóba, és utána így hümmögünk egymás autója fölött. Ez igazából unalmasan hangzik, de óriási buli, főleg azért, hogy milyen autók jöttek ki. És hát nem kell semmit mondanom, elég körbenézni. Itt egy kicsit sem szerény Mustang, és azt onnan lehet észrevenni, hogy az amúgy sem pici V8-as motor tetején van egy bődületesen nagy kompresszor. 5-4 Supercharger. Azt hiszem, hogy van rajta egy kicsit sem szerény kompresszor, de akkor ezek szerint ez kvázi gyári, mert Shelby GT500-ról van szó. Igen. És ez hány lóerő ez az autó körülbelül? 560, jó gondolom. Jézusom, és mennyi nyomaték van hozzá? Azt nem tudom, 700-650, valahogy így. Milyen vele menni? Jó, kicsit fapados. Még kimondott ilyen amerikai lórúgás az egész. Tehát ilyen európai autóhoz képest. Persze, hát ez merevhidas. Ja, hogy ez tényleg ez még hátul a merevhidas Mustang. Igen. Ez még merevhid, és fékek kicsik voltak rajta, meg a GT500-hoz is. Azt egy kicsit javítottatok rajta? Hát 6-tövetyűs Brembo-t kapott. Aha. Hátul nagyobb tárcsákat, és akkor így kezelhető. Nem vagyok benne biztos, de mintha lenne egy kis visítása, vonyítása a kompresszornak. De tényleg csak így nagyon halka. Volt a Nissannak egy sorozata, amit a Pike Factory-nál építetett. Ennek az volt a célja, hogy retro autókat építsenek. És ennek az egyik darabja volt a Pau. Ez a 90-es évek, tehát ez az autó egyébként úgy néz ki, mint a 60-70, de valójában ez 90... Ez 1990-es. Ez volt szerintem az első olyan, ami igazán retro autó volt, és ahol alárendelték a funkciót a dizájnnak. Aha. És szabad kezet kaptak a mérnökök, tehát például a Citroen kacsának a billenőablakát helyezték el hátul alul, amire semmi szükség nem volt, hiszen légkondis az autó. Minden extra benne van, de az volt a cél, hogy helyezzünk el minél több dizájnelemet a régi korból, bárhol. Aha. Ezért két szekciós a hátsó ajtó például. Fiat Pandából vettek elemeket, Volkswagen Köbelwagenből. Igen, ahogy látom, hogy külső zsanéros. Korai mini külső zsanér, így van, Citroen kacsa. De ilyen egészen apró részletek is, mint a tükör is, egy mennyire igényes és átgondolt megoldással van rögzítve. Mint egy teherautó. Igen. Tehát mégis olyan különleges. Hát bizarr és meghökkentő, ez a lényege az egésznek. És amit észrevettem az az, hogy később a New Beetle, meg a Nova Cinquecento, az új modern szabású retro autók szerintem merítettek ebből, én megmerem kockáztatni, hogy merítettek ebből. A futómű és alsó elemek az Nissan Micra, igen. Az összes többi nincs. Á. Tehát nem nehéz, nincs. Tehát akkor ez gyártás vagy donor autó? Donor autó, ami úgy szintén nincs. A 275-ös a szerkezet. Aha. Mentem már vele 160-at, 80-at oda, 80-at vissza. De egyébként tök jó, megy. Nyertem díjakat. A szépségével? A szépségével, meg volt olyan, hogy ügyességi verseny, de az ugye ahhoz ügyesnek kellett lenni. Azért ilyen poros, meg piszkos, meg olajos, mert nem kell azt minden nap megmosni. Ez így autentikus. Azt a motort. És nincs is minden nap lemosva, de nem is házik be. És ez így a mai autóknál egyébként egy picit úgy helyezzük képbe a nézőket, hogy ez hány köbcenti? 850. 850 köbcenti. És 36 lóerős. 36 úgy, lóerő. Így csukódik. Sok minden mechanikus felsorolni, nem tudom, hogy mennyi extra van benne, de szerintem nincs is. Aha. Tekerem az ablakot, van benne kormány, sebességváltó, és mégis mindenki megnézi meg. És akkor hány kiló az az autó körülbelül? 560. Miért vásárolt Minit? Ez ilyen régi becsípődés, vagy véletlen? Hát nagyon régen régi autós vagyok már, mert nem ugye a korom miatt is, mert már régen régi autós vagyok. És ez egy olyan nagyon szép, tehát nem is tudják ki ül benne, nagyon nehezen ülök be, nehezen szállok ki, de amikor benn vagyok, nagyon stabil.
az idei első parkolóparádé tematikája az offroad autós túrázás és a Bamako. Mivel idén, mint láthatátok, megjártuk a Bamakót és neveztünk 2026-ra is. És milyen volt a Bamako így visszaemlékezve? Valójában két ember van, az egyik soha többet nem megy Afrika környékére se, a másik meg így beleszeret. Azt merem mondani, hogy beleszerettünk, ha bár minden percet utáltuk, amíg ott voltunk. És annyira beleszerettetek, hogy... Hogy megvettük őt. Igazából a terv az úgy volt, hogy ha ebből szeretnél venni egy kombit, az 4 millióról indul szétrohadva, viszont csak ketten vagyunk, és kellett a nagy raktér, és ezt meg lehet venni olcsón. Úgyhogy ketten nekiálltunk. Hát egyelőre át kell alakítanunk, mert terepszög az nem nagyon van, és hasmagasság sincs, de már terveink legalább vannak. Lesz olyan királyi terepen, mint a Jeep? Mi reméljük, hogy lesz, ugyanis az van, hogy a Bamakon van a Spirit kategória, ahova öreg autók neveznek. Mi ennek ellenére a 4x4 túrában neveztünk. Ó! Terveink szerint 31-es kerekeket fog kapni. A vas ugyanazokat, amik... 31-es kerek? Most hányos van rajta? 15-16? Hát ő igen, de ugye ez most a felni méret és ugye átmérőre, amit láttok a Land Cruiser-eken, nagy kerék, hát ahhoz majd valószínűleg vágni kell egy nagyobbat, de a fekszelés az már megy. Lassan itt egyébként már gyülekeznek az emberek, előadás lesz. Először a Budapest Bamako Rally főszervezője fog egy előadást tartani arról, hogy mi ez az egész egyáltalán és mi a története. Utána pedig Bunkóczi László és kollégánk Szentkuti Ákos fog egy élménybeszámolót tartani arról, hogy ők hogy élték meg az Afrika részt. Pont most szállt ki a kollégád, a másik nemzetközi kamionos. Igen. Aki azt mondta, hogy azért kapaszkodjunk. Nem kell. Csak 700 poci, nem sok. Ó, hát az... És hány úton méter mellé? 3003. Az egy rendes szám. És akkor te nemzetközi sofőrként csak dolgozol ezzel? Csak nemzetközi állatot szállítunk. Aha. Tehát akkor ez egy rendes munkagép, attól függetlenül, hogy ennyire szép hobbi eszköz. Így van, bejárjuk a világot. Hány kilométer van benne? Most 852 000. Akkor ez még egész bejáratos, nem? Fiatal. 900-tól. Jézusom. Csak van egy robúrunk. Őt azért nem kéne. Igen, nem kéne elpöckölni. Hány tonnát húzol vele? Ösztok, mert 40-nel járunk, 40 tonnával. Hát ugye az a törvény azt engedi. Igen, gondolom azért azzal kevésbé dinamikus, de nem okoz neki gondot. Ne akarja fogadni. Egyet ne felejtsen, majd az M1-esen, M3-oson nézi a tükörbe, mikor jövök. De olyan bődületes nem is az, hogy... Hát olyan nettó értékben nem gyorsul nagyon, de ahhoz képest, hogy mekkora test indul meg, ahhoz képest ez elképesztő. 10 tonna, srácok, majdnem 10 tonna. 10 tonna csak maga a nyerges? Majdnem 10 tonna, most nagyítottunk, legyen 9 durván. Hát de akkor is elképesztő, hogy 9 tonna úgy indul meg, mint egy átlagos városi kis, sőt egy jobb városi kisautó. Személyautókat a városba bármikor. Bármikor. Lámpától lámpáig, te vagy a király? Higgyétek el. Most már láttad, hogy miért sajnálhatod, hogyha lemaradtál az év első parkoló parádéjáról. Mégsem maradtál le mindenről, hiszen szeptember 8-án, még most 2024-ben jövünk a következő parkoló parádéval, aminek a tematikája Amerika,
V8, ahogy Balló Marci kollégám mondta. Gyere, rohadt jó lesz.